Sziasztok! Ez itt a hatodik Szelekótya videó két zsiróros sárkányozásról kezdőknek. Az első öt részben főleg arról volt szó, hogy hogyan kell helyesen kezelni a sárkányt. Most viszont, amikor ezt a videót készítem, tél van, és inkább a szobában ülök. Meg egyébként is ideje arról beszélni, hogy hogyan néz ki egy sárkány közelről, és hogy mi az a hosszú egyenes izé, meg az a lyukas izé, amivel rá van izélve a másik egyenes izére. A repülés magas iskoláját továbbra sem itt fogod megtanulni, de ha kezdő vagy, akkor jó helyen jársz. Aki látott már egy-két korábbi Szelekótya sárkánysuli epizódot, annak feltűnhetett, hogy amikor elhangzik egy szakkifejezés, akkor az megjelenik feliratban is, és ott van alatta az angol és a német megfelelője is. Ez alapvetően abban hivatott segíteni, hogy ne csak tőlem tanuljatok, hanem az idegen nyelvű videókból, fórumokból és írásokból is hasznot tudjatok húzni. De emellett azt is szeretném elérni vele, hogy kialakítsam vagy rögzítsem a magyar trükksárkányos szaknyelvet. A sárkányos akrobatika nemzetközi nyelve persze elsősorban az angol, mint ahogy egy csomó minden másé is. Németországban élve sokszor tapasztalom, hogy a németek az élet mindenféle területén nagyon lezseren átvesznek angol szavakat. Ez néha odáig megy, hogy már a sárkányra is azt mondják der Kite. Az ilyen nyelvhasználatot fanyar öniróniával Neudeutschnak nevezik. Ami a magyart illeti, nem vagyok vaskalapos nyelvművelő, és nem gondolom, hogy egyáltalán nincs helyük a beszédünkben angol szakkifejezéseknek. De úgy érzem, hogy kisnyelv lévén nem engedhetjük meg magunknak a németek nagyvonalúságát, és igenis jobban tesszük, ha többnyire magyarul mondjuk azokat a dolgokat, amiket könnyen és jól lehet magyarul mondani. Az angolt vagy bármilyen más nemzetközi szót pedig csak ott részesítjük előnyben, ahol az valamiért jobban működik, mint a magyar. Úgyhogy ha a következő víkenden a kájtodat flyolod a beach-en, akkor két looping között vagy egy slackline trick sikeres végrehajtása után arról is elgondolkodhatsz, hogy hogyan beszélnél mindenről magyarul. Az oktató videóimban általában, és a sárkány testrészeiről szóló mostani epizódban különösen, igyekszem alkalmas magyar kifejezéseket felkínálni. Ahol lehet, merítek a létező szaknyelvből, például a repüléstechnika és a vitorlázás terén. Ha minden kötél szakad, akkor pedig kitalálom őket. A tipikus sárkány testfelépítése három fő tagból áll. Hangsúlyozom, végig két zsinóros kormányozható delta sárkányokról beszélek. Másféle sárkányokra persze csak egy része igaz annak, amit itt elmondok. Ez a három tag a vitorla, a váz és a kantár. Főleg régebbi angol forrásokban a vitorlát néha húzatnak is nevezik, németül pedig sokszor egyszerűen úgy emlegetik, hogy a vászon. A vitorlának az orrtól a szárnyvégekig futó két egyenes széle a belépőél, a sárkány előső körvonala. A szárnyvégektől a farokhoz futó két ívelt szél pedig a kilépőél, a sárkány hátsó körvonala. A vitorla szélein és a közepén lehetnek csőszerűen kialakított részek, ahová a váz elemeit lehet bebújtatni. Ezeknek a neve alagút. Az erős szélre tervezett speciális sárkányok vitorláján nyílások vagy hálóbetétek vannak, amik a felhajtó erőt hivatottak csökkenteni. Ezeket magyarul talán légréseknek vagy átereszeknek nevezhetnénk. A váz tömör vagy üreges rudakból épül fel, ezért lehet még rudazatnak is nevezni. A rudazatnak a vitorlával szoros összekötetésben lévő, általában a vitorla alagútjaiba bújtatott elemei a merevítők. Minden sárkányon megtalálható a sárkány középvonalában hosszában futó gerinc, amit az iránytartásban való szerepe miatt a sárkány kíliének is neveznek. Szintén univerzális elemek a szárnyalagutakba bújtatott szárnymerevítők, más néven belépőéli merevítők, vagy egyszerűbben szólva belépőélek. Merevítő funkciójuk van még az egyes sárkányokon, főleg a húzó erőre optimalizáltakon előforduló latniknak vagy vitorla merevítőknek is. A váz további elemei, a terpesztők vagy feszítők, valamint a távtartók, arra szolgálnak, hogy a merevítőkkel formára hozott vitorlát a repüléshez alkalmas háromdimenziós alakzatban tartsák. A felső terpesztő csak a két belépőélhez csatlakozik a sárkány orrának a közelében. A
Az alsó terpesztő a sárkány farkához közel a gerinchez is csatlakozik, két oldalt pedig a két belépő éli merevítőhöz. A távtartók, amiket nyugodtan nevezhetünk angol nevükön standoffoknak is, és amiket néha bajusznak is hívnak, egyik végükön a vitorlára támaszkodnak, a másik végük pedig az alsó terpesztőhöz csatlakozik. Egyes sárkányokon egy pár, másokon viszont két pár standoffot találhatunk. A zsinórból készülő kantár arra szolgál, hogy a vázat a reptető zsinórhoz kapcsolja, és lehetővé tegye, hogy a sárkányt irányítsuk. A sorozatgyártásban készülő két zsinóros kormányozható sárkányokon általában úgynevezett hárompontos vagy háromszárú kantárt találunk, és én itt most csak erről fogok beszélni. Egyedi készítésű profi sárkányokon előfordulnak más szerkezetű, valamivel bonyolultabb kantárok is. A hárompontos kantár azt jelenti, hogy a kantár mindkét fele három ponton, úgynevezett rögzítési ponton van a sárkány vázának egy-egy oldalához kapcsolva. És a kantárnak ez a három szára egy közös pontba, a fogáspontba fut össze. Itt a fogáspontban található az első szelekótya videóban már bemutatott malacfaroka vagy felfogató, amire az eregető zsinórt hurkoljuk rá. A felső terpesztő és a belépőél csatlakozási pontjához erősített rész neve felső szár. Az alsó terpesztő és a belépőél találkozásának közelében rögzített kantárdarab a külső szár. Az alsó feszítő és a gerinc illeszkedésétől eredő zsinór pedig a belső szár. A kantárt úgy is el lehet készíteni, hogy a külső és a felső szár egy darab zsinórból készül. Ilyenkor erre a kettőre együtt hivatkozhatunk a külső szakasz névvel, a belső szárat pedig belső szakasznak is nevezhetjük. Előfordul, hogy a felső szár nem közvetlenül csatlakozik a felső rögzítési ponthoz, hanem a rögzítési pontra egy úgynevezett csomólétra van ráerősítve, és ennek tetszés szerinti pontjára lehet ráhurkolni a kantár felső szárát. Ezzel a felső szár hosszát változtathatjuk, ami a kantárnak a szélhez és a kívánt repülési tulajdonságokhoz való finom hangolását szolgálja. Mindezeken a nagyobb elemeken kívül tartozik még a sárkány felépítéséhez egy csomó műgyűrke. A nagyobb sárkányoknál az alsó terpesztő általában és a belépőéli merevítő gyakran két részre van osztva. Ennek főleg az a célja, hogy a sárkányt kisebb helyre össze lehessen csomagolni. Az elemek csatlakoztatását szolgáló összekötő lehet egy toldóbetét a merevítőnél valamivel kisebb átmérőjű tömörrútból, vagy egy karmantyú a merevítőnél valamivel nagyobb átmérőjű csőből. A toldó általában oda van ragasztva az egyik toldandó elemhez, a másik elem pedig szabadon rátolható erre a betétre, illetve beletolható ebbe a karmantyúba. Kormányozható sárkányoknál inkább a belső toldóbetét használatos, a gyakran fémből készülő külső karmantyúk inkább nagyobb méretű egyzsinóros sárkányoknál fordulnak elő. A rudak végére rendszerint végzáró kupakok kerülnek. Ezek megakadályozzák, hogy a rudak átdöfjék a vitorlát, ezen kívül a csőformátumú rudakat is védik attól, hogy a végük behasadozzon. A belépőélek hátsó végére szinte mindig, és a gerinc hátsó végére alkalomattán nem egyszerű sapkát szerelnek, hanem olyat, amin egy bevágás és esetleg még egy furat is található. Ezek a hornyolt kupakok vagy nokkok abban segítenek, hogy a vitorlát ráfeszítsük a vázra egy vékony zsinór vagy gumikötél segítségével. A szárnyak szélét a belépőéli merevítőre feszítő zsinór vagy gumi egyszer s mind a toldott belépőél egyben tartását is szolgálja. A vitorla kilépő élén néha egy vékony szegély zsinór van végigvezetve, amit szintén rá kell lakasztani a szárnymerevítők végére. Ez csillapítja a kilépő él belobogását repülés közben, aminek köszönhetően a sárkány kevésbé berreg és kevésbé fékeződik.
A rudak illesztéseinél a megfelelő formára gyártott kemény gumi vagy műanyag idomok találhatóak. A belépő él és az alsó, illetve felső terpesztő találkozásánál egy-egy szárnycsatlakozó vagy Y-csatlakozó, más néven könyök van, aminek egyik szárán belül végigfut a belépő éli merevítő, a másik szárába pedig beletolható a terpesztő vége. A gerinc és az alsó terpesztő kötőeleme a középkereszt vagy T-csatlakozó, amit talán okosabb lenne X-csatlakozónak nevezni. Ennek az egyik felében fut a gerinc, a másikon pedig áttolható a terpesztő vagy toldott terpesztő esetén annak a toldó betétje. A standoffok vitorla felőli végén egy kis talpas csatlakozó van, amit rá lehet pattintani a vitorlára, vagy egy apró csavarral rögzíteni a túloldalról. A standoff rud egyik vége bele van ragasztva ebbe a persejbe, a másik vége pedig beilleszthető egy olyan kötőelembe, aminek a másik vége rá van húzva az alsó terpesztőre. Főleg kisebb sárkányokon a terpesztő felüli oldal úgy is kinézhet, hogy a standoff végére van ragasztva egy karom, amit rá lehet pattintani a terpesztőre. A váz felépítésében szerepet kapnak ezeken kívül az úgynevezett stopperek vagy C-idomok. Ezeket a rudakra lehet rápattintani, majd pillanatragasztóval rögzíteni, és arra szolgálnak, hogy más csatlakozó idomok, illetve a kantár ne tudjanak elcsúszni a rúdon. A szerkezeti elemeken kívül a komolyabb trükksárkányokon találhatunk néhány további támogató elemet. Gyakori a jojó stopper, egy műanyag klipsz, ami a belépőjére van rápattintva. Ennek a kiálló tüskéje hivatott felfogni az eregető zsinórt a bólintás alapú mutatványok során, vagyis olyankor, amikor a sárkányt az X-tengelye körüli elfordulásra bírjuk. Szintén elég gyakori a nehezék, ami egy fémből, leginkább sárga részből való ruddarab vagy csődarab a gerinc hátsó végén, és szintén a bólintás alapú trükkök kivitelezésénél segít a sárkány stabilizálásában. Ezzel be is fejeztük a sárkány test részeivel való ismerkedést. Ha tetszett a videó, nézzétek meg a többit is, és persze ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, megosztani, stb. Legközelebb pedig, most, hogy már nevükön tudjuk nevezni a darabokat, átvesszük a sárkány összerakását és szétszedését.